Játékmesék! Sziasztok! Isten hozott benneteket Panda Benő éttermében. Most érkezik munkába, és már hozzá is lát, hogy igazán szép napunk legyen. Először is meglocsolja a virágokat, lemossa az ablakokat, és nem pihen, mindent megtesz, hogy jó legyen. Lássuk hát, ki az első vendég. Nézzétek, Boci érkezett, engedjük hát be. Szia, Boci néni! Jó reggelt kívánunk! Mit szeretnél? Itt a menükártya. Mivel szolgálhatunk? Van itt pizza, leves, saláta, risotto és hamburger. Szeretnél egy hamburgert? Már készítem is! Természetesen a hamburgert zsömléből készítjük. Nem hotdogot, hamburgert szeretne Boci néni. Elvágjuk neki, ketté vesszük, és tesszük is a feltéteket. Boci néni, mint tudjuk, vegetariánus, ő nem eszik se húst, se halat. Nézzük, gombát kérsz? Hú, nagyon örült neki. Azután, mi jó még egy hamburgerbe? Hagymát? Nem kell neki hagyma. Jól van, nem erőszak. Uborka? Uborkát kér. Jöhet! Mit tegyünk még bele? Esetleg egy kis... artichóka sem kell. Kukoricát? Kukoricát? Nem kell bele kukorica. Én már tudom, paradicsom. Igen, egyetért. Így tökéletes lesz. Ahhoz, hogy minden jó legyen a hamburgerbe, meg kell jól grillezzük. Föl is tesszük a vasrácsot, rá a gombát, az uborkát és a paradicsomot is. Gyerünk, bár uborkát én még nem grilleztem, már sokat csináltam cukkinit. Nagyon finom. Megforgatjuk egy kicsit, nehogy itt odaégjen. Jó alaposan meggrillezzük. Így finom lesz. Fölvesszük maximumra, és már gyönyörűen meg is pirult. Kész vagyunk. Mehet minden vissza a tányérra. Most pedig fölszeljük őket. Először a gombát. Egy kis aprítóbárdal. Alaposan. Azután az uborkát. Mehet vissza a tányérra. És én a paradicsom. Jó, három cikkben pont elég is lesz. Most pedig összeállítjuk a hamburgert. Ugye van a zsömlénk? Először, azután tegyük rá az uborkákat. Úgy szépen elhelyezzük, hogy rendesen mindenhol legyen. Úgy szeretem, ha az uborka mindenhova oda kerül. Lehet, hogy még egy kicsit jobban föl kellett volna vágni, de így is finom lesz. Jöjjön a paradicsom. És végül a gomba. Mellé esett a finom-finom grillezett gomba. Gyerünk vissza abba a hamburgerbe. Úgy, nagyon jó. Már csak a szószok kellenek. Boci néni biztos, hogy nagyon szereti a majonézt. Tegyünk hátra neki. Én igazán imádom a fokhagymát. Legyen benne egy kicsi az is. Boci néni biztos nem fog haragudni. És szerintetek tegyünk bele neki csípőst? Nem. Valószínűleg nem szereti. Hisz a hölgyek annyira nem imádják. Jó, meg is vagyunk. Úgy,
ezt pedig megtűzdeljük. Na most sajttal egy bocinak biztos nem lenne kedves, legyen az olivabogyó. Hú, három olivabogyó. Igen, csodálatos. Szolgáljuk is föl neki. Tessék, Boci néni, itt egy finom vegán buri. Megkóstolod? Atyaik, egyetlen falatra megette az egészet. Egészségedre, Boci néni. Köszönjük szépen. Még borravalót is kaptunk. El is vesszük a tányért. Hát, egy picurkát koszosan hagyta az asztalt. Na de nem baj. Eltakarítunk. Erre van a pincér. Jó. Fel is takarítottunk. Érkezett megint. Szia! Megérkezett az elefánt is. Szia, kis elefánt! Mit szeretnél enni? Hú, éhes vagy, látom. Nézzük a menübe. Mi az, ami a kedvedre lenne? Egy saláta? Jó, legyen egy saláta. A kis elefánt nagyon szereti a salátát, így aztán zöld és vörös salátát szeretné neki használni. Legyen mondjuk először a zöld saláta. Szépen megtisztítjuk és leveleire szedjük. Így lesz a fincsi. Miután pedig adunk hozzá valamit, ami megbolondítja. Mit szeretnek az elefántok? Ananászt! Halat? Halat is? Nem, halat nem adok neked. Az elefántok nem esznek halat. Viszont esznek padlizsánt. Nem kell padlizsán. Biztos? Nem kéri? Hát pedig én nagyon szeretem brokkoli. Haha, jöhet a brokkoli is. Jó, és a répa? Haha, már meg is vagyunk. Megvannak az alapanyagok. Először is szépen ráhalmozzuk. Valahogy így nekem nem tetszik. Csak úgy összerakva. Nem, szerintem menjünk és vágjuk fel. Vissza-vissza. Először is oda megyünk a vágódeszkához és kis késsel felvagdaljuk. Úgy ananász rendben. Brokkoli csak úgy, rusztikusan, hat felé, rendben, és a répát. A répát is fel kell vágni. Úgy, szépen a bárdal felaprítjuk. Nagyon jó, mehet is a tányérra, így már igazán jó lesz. Ahhoz, hogy a salátán jól nézzen ki, szerintem egy kicsit megsütjük. Ez az. Mit is használjunk? Vokot szeretnék. Ez az. Ez való nekem. Begyújtjuk egy kicsit, hogy jól megmelegedjen az olaj. Természetesen extra szűz olívaolajat használunk. Olyan kellemes íze van. Minden szépen bele. Kevergetjük, kavargatjuk, hogy nehogy véletlen leégjen. Kicsit feljebb vesszük a tüzet. Hú, mekkora lángok vannak itt. Ó, óvatosan kellene, hogy végül az inguljunk lássak árát. Egy kicsit visszább veszem. Már nagyon-nagyon megpirult. Kész is van. Oké. Majdnem odaégettük, még jó, hogy idejében leálltunk. Na lássuk, itt ez a finom saláta. Oda bele a kellemes kis ananászt. Jöhetnek a répadarabok, és hát egy picurkát oda kapta. Na de nem baj, meglátjuk, hogy tetszik neki. Most ahhoz, hogy egy picurkát az oda kapott zöldséget elfedjük, jó alaposan beszószozzuk neki. Így talán megisszuk.
még egy kis majonézt is rá. És díszítésnek némi csípős paprikát és egy kis fokhagymát. Úgy-úgy, ez az ízére is jó hatással lesz. Szerintem biztos finom lesz. Na kis elefánt, mit szólsz? Ízlik? Nem túl csípős? Ja, ez az én emberem. Nagyon szereti. Nagyon jó. Finom volt? Íz lett neki? Ho-ho-ho, és borravalót is hagyott. Köszönjük szépen. Na de hát ez a kis elefánt is úgy evett, mint egy kis malac. Nem baj, feltakarítunk, és már jöhet is a következő vevő. És itt is van, egyesével jönnek, hogy miért nem párban? Szia, Viziló bácsi! Mit szeretnél enni? Pizza! Hát persze, hogy pizza. Készítsük hát el azt a pizzát neki. Először is jól kinyújtjuk a tésztát, azután jön rá némi paradicsomszósz, és némi pesto. Mondom, pesto. Úgyni, még oda is kell egy kis szósz. Szósz nélkül egyszerűen pizza nem lesz finom. Nagyon jó. Akkor, most pedig, ho-ho-ho, micsoda sajtjaink vannak. Itt van egy kis bűdös francia sajt, meg van egy kis cheddar. Szerintem a cheddar legyen, sokkal jobban szeretem. Haladjunk csak, ezt a sajtot visszaviszem a hűtőbe. Na, Iziló bácsi, te mit szeretnél? Alapvetően ő is növényevő. Így aztán keressünk neki növényeket, de szerintem elsősorban nézzük meg a sütőtök. Jöhet a sütőtök, persze, hogy jöhet. Krumpli, burgonya is jöhet. Nagyon jó. És keressünk még a színösszeállításért valamit. Egy kis articsóka. És már kész is vagyunk. Oké. Na lássuk. Először, hogy minden jó legyen, megint csak mit kell csinálnunk? Megsüssük őket. Jó. Először fogunk egy tepsit, és a tepsire szépen betesszük az alapanyagokat. Úgyni. Indulás. Tessék begyulladni, és tessék szépen megsülni, de nem túlsülni. Kész is van. Ez már elég. Hú, megúsztuk. Szépen, és pont jók. Most pedig föl kell őket aprítsuk. Kiválasztjuk a legjobb kést erre. Jó apróra. Gyere csak vissza. Úgy, jön a burgonya. Szépen szeletekre és apróra. És jön a... egy kis articsóka. Őt is oda. Nagyon jó. Meg is vagyunk. Mehet szépen a pizzára. Pizza feltét. Mindig nagyon gazdag kell, hogy legyen. Én nem szeretem, hogyha alig van rajta valami. Így aztán jó alaposan megpakoljuk neki. Nekem tetszik. Indulás a sütőbe. És tessék összesülni. Nézzétek, milyen szépen dagad a széle a tésztának. Nem hiába tettünk bele sajtot. Jó. Most már csak egy kis szósz kell rá. Vajon mi legyen? Én nagyon szeretem a pizzára paradicsom szószt, és sajnos a majonézt. A majonéz a gyengém. De megmondom őszintén, én csípős szájú vagyok, így aztán hadd jöjjön rá néhány csili. Van rajta bőven, más nem én eszem meg. Most pedig fölvágjuk. A pizzát hogy kell felvágni? Hát persze, szépen pizzavágóval, kis háromszögekre,
Mivel, hogy Viziló bácsi éhesnek tűnt, én csak négy felé vágom. Szerintem gyorsan bekapja. Szervírozzuk hát! Szia, Viziló bácsi! Itt a finom, frissen sült pizzád. Nem túl csípős? Egy kicsit csípős, de finom. Hopp! Na? Finom, csak csíp. Hát, ezt az én szájízem szerint készítettem. Bocsáss meg érte. Ha nem ízlet, nem kell kifizetned. Ne haragudj. Mégis ízlet neki. Nagyon jó. Örülök. Hú, ezt megúsztuk. Máskor nem teszek annyi csípőset szerintem a vendégek ételére. Hoho, ez jó volt. Lássuk, ki vár még sorára? A kismajom. Szia, Móka Miki. Gyere, neked is készítünk valami finomat. Mit szeretnél? Egy séket? Igen. Hát igen, 10 órai környékén nagyon finom egy gyümölcség, legyen mondjuk ez a pohár, nem is használunk másikat. Mit kell beletenni? Husikát nem teszünk a ségbe. Így aztán tegyünk bele gyümölcsöt. Egy kis mangó, finom érett. Ananász. Haha, azt is? Jó, mit tegyünk még bele? Szerintem valami nagyon semlegeset. Narancsot! Nem? Nem kell neki a narancs? Almát! Igen, elfogadta az almát. Akkor már forrunk is oda a blenderhez. Ugyanis a gyümölcsöket a shakehez nekünk alaposan össze kell turmixolni. Szépen beledobálunk mindent. Rátesszük a tetejét, az nagyon fontos, és természetesen csak felnőttek használhatják ezt is. Mint az összes konyhai eszközt. Nézzétek, már össze is aprította a gyümölcséket. Kész is vagyunk. Haladjunk csak szépen tovább. Most pedig jön a szervírozás. Nézzétek, itt egy lassú prés. Ez még jobban ki fogja nekünk préselni a dolgokat. Szépen elindítjuk, és lássuk, hogy mi történik. Figyeljetek! Wow! Ez nagyon gyors volt. Azt hittem, hogy lassú prés, pedig gyümölcscentrifuga. Hát igen, de most csak egy koktélunk van. Ezt fel kell dobni valahogy. Nézzen ki, csinosan. Teszünk bele egy kis szívószálat, ami úgy néz ki, mint valamilyen levelek. Tegyünk bele néhány cukorkarikát. Gyerünk, gyerünk, oda bele, hármat szeretnék, és tegyünk bele egy pumpedlit is. Na jó, legyen kettő, kit bolondítok, a pumpedli nagyon finom. Cukorkát szórjunk még rá. Miért is ne? A cukorka szórás nagyon vicces. Úgy. Még egy kis esernyő. Az esernyő olyan aranyos. Szeretem az esernyőket. Kész is vagyunk. Ez egy csodálatos ség lett. Kész is vagyunk. Tessék is majd, kóstold meg. Ott a szívószál. Hú. El is fogyasztotta az egészet. És ízlett neki. Tele a pocak.
Köszönjük szépen, elvesszük a poharat, és feltakarítunk. Igen, ez egy kemény munka, de nagyon szeretjük a vendégeinket. A vízilovat már később szolgáljuk ki. Ennyi volt hát ez a mese. Ha szeretnétek hasonlókat látni, nézzétek meg a játékmesék további epizódjait is, és ne felejtsetek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!